Minden alkalommal óriási érdeklődés övezi a cápa látványetetést a Nyíregyházi Állatparkban. Az etetés hetente kétszer a park óceánáriumában, az üvegfalu alagútban tekinthető meg. Cápáinkat több etetési ponton etetjük, speciális csipeszek segítségével. Ennek lényege az, hogy az állatok egymástól minél távolabb legyenek, és ott fogyasszák el a takarmányukat, így nem tudják egymást megharapni. Jellemző rájuk, hogy étvágytól függően akár 3-5 kiló halat is megesznek egy-egy etetés alkalmával. A takarmányuk az hegből, makrélából, kapelinből, tintahalból és polipból áll. Hogy még ízletesebb tegyük számukra a takarmányukat, általában nagyobb halakat, kisebb halakkal, tintahallal, polippal szoktuk megtűzdelni. Az állatpark 500 ezer literes akváriumában a színpompás tengeri halak mellett dajkacápa, homokpadicápa, valamint két homoki tigriscápa él. A nőstény homoki tigriscápa már évek óta az óceánárium lakója, viszont párja csak a közelmúltban érkezett. A több mint két méter hosszú, öt éves hím különleges módon került sóstófürdőre. Kinőtte a korábban otthonául szolgáló varsói állatkert akváriumát, ezért a lengyel szakemberek szerettek volna minél előbb egy nagyobb helyet biztosítani neki. A Nyíregyházi Állatpark munkatársai éltek a lengyelek által felajánlott lehetőséggel, és így találtak párt nőstény tigriscápájuk mellé. A homoki tigriscápa a mérsékelt, illetve a szubtrópusi tengerek partokhoz közeli vizeiben 200 méter mélységig honos. A hímek átlagos testhossza 2-2,5 méter, a nőstények mérete elérheti a 3,5 méteres hosszúságot is. A homoki tigris úgynevezett szociális cápafaj, összetartó csoportokban élnek, és bizonyított tény, hogy gyakran koordináltan vadásznak. Táplálékuk elsősorban kisebb csontos és porcos halakból, valamint lábas fejűekből áll.